A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit, október 29-én kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először megemlékezünk Szarka Gézáról, majd ellátogatunk egy improvizációs színházi estre, ezt követően beszámolunk a határon túli magyar irodalom napjairól és egy fotokiállításról. Tartsanak velünk! Szarka Géza estet rendeztek a Városi Levéltárban, a találkozón visszatekintettek a fehérvári kultúra legendás alakjának életútjára. Szarka Géza író tanára emlékeztek halálának 50. évfordulója alkalmából. Az eseményt a Városi Levéltár és Kutatóintézet, a Vörösmarty Társaság, valamint a székesfehérvári püspöki és székeskáptalani levéltár közösen hívta életre. A vendéglátó Csurgai Horváth József levéltárigazgató köszöntőjét követően a család nevében Szarka István tekintett vissza édesapja szakmai útjára. Édesapám egy elkötelezett ember volt, nemzeti érdelmi elkötelezett ember, és ő arra tette fel az életét, hogy Székesfehérvárt a kultúrában fölemelje. Ezért, amikor kint volt Németországba tanulmányozom, és hazajött, azt mondta, hogy érdekes, hogy a német parasztoknál könyvtárak vannak, idézőjelben, szakkönyvekből, Magyarországon pedig a paraszt a múltból táplálkozik, föl kell emelni a magyar parasztot is arra a színvonalra. És nem az a fontos, hogy valakinek piros-fehér-zöld a alsógatyája, hanem az a fontos, amit tesz a hazájáért és a nemzetéért. És én így gondolok vissza apámra, hogy minden, amit tett, azt a hazájáért tette, és természetesen elsősorban szűk hazájáért, Székesfehérvárért. Ezért alapította meg többek között a Vörösmarty Társaságot, hogy a kultúrát fölemelje itt Székesfehérváron az 1920-as években. Mózesi Gergely, a székesfehérvári püspök és székeskáptalani levéltár igazgatója előadásában összefoglalta Szarka Géza nagyívű pályáját, felidézve a II. Világháború után végzett történészi, irodalomtörténészi munkáját is. A püspökség részéről azért érdemes róla mindenképpen megemlékezni, mert állami száműzetése idején 5 évig, 1950-56-ig a püspökségen dolgozott könyvtárosként. Nagyon kényes és kényelmetlen feladatokat látott el, olyat, ami nem csak adminisztratív munka volt, hanem nagyon komoly emberi empátiát is igényelt, hiszen háború alatt menekített könyvállományokat kellett időnként visszaszerezni emberektől, vagy akár azok örököseitől, és néha ez nem ment könnyen. De erre az időszakra esik az, hogy nagyon komoly tudományos kutatói munkát is végzett, és az a Szarka Géza, akit alapvetően szépíróként ismer a társadalom, az egy hihetetlen komoly történetírói munkát tett le az 5 év alatt a kezéből, a székesfehérvári belvárosi plébánia történetét. Ezt 1956-ban fejezte be ezt a kéziratot, 51-től írta. Ez egy nagyon jól öregedő kézirat volt. Asztalfiúknak írta, akkor nem lehetett kiadni se, amikor 20 éve idestova a Városi Levéltárral köröltve sajtóalá rendeztük, akkor döbbentünk rá, hogy mennyire jó. És ma is azt mondom 20 évvel később, hogy ez egy nagyon jól öregedő munka. Azzal együtt fantasztikus, hogy Szarka Géza nem volt történész. Ő magyar-német szakos tanár volt, de ötvös kollégista, és az ötvös kollégium belevert a diákjai fejébe azt, hogy egyrészt kutassanak, másrészt, hogyha egy szakmának van módszertana kiadva, publikálva, akkor azt lehet követni. A plébánia történet írás módszertanát 1940-ben Vanyúti Hamér nagyon-nagyon jól publikálta, ez egy máig használható alapvetés, és Szarka ennek a nyomán dolgozott, szinte szolgáljon követve a elveket, és egy olyan alapos munkát tett le az asztalra, ami messze több, mint iparos munka. Pedig nem volt céhen belüli, nem volt a történész céh tagja, de amit csinált, az nem kontármunka, az nagyon-nagyon jól öregedett. Sebők Melinda a Vörösmarty Társaság elnökeként nem csak a társaság megalapításának misszióját emelte ki Szarka Géza munkásságából, de szót ejtett arról is, hogy ő volt az, aki megteremtette és ápolta a kapcsolatot a magyar irodalom nagyjaival.
Szarka Géza nem csak azért jelentős és fontos, mert 1932-ben ő alapította meg a Vörösmarty Társaságot, aminek ő lett az első elnöke, hanem azért is, mert epikusként, novellistaként, regényíróként is jelentős érdemei voltak. Szerteágazó kapcsolatot ápolt az ország legnagyobb hírű költőivel, íróival. 1933-ban Kosztolányi Dezsőt hívta meg előadni a Vörösmarty Társaságba, 1935-ben Babits Mihályt látták vendégül, és ezen kívül egész életében szüntelenül írt és olvasott, tudós tanár volt, az oktatás, a nevelés az egyik legfontosabb volt számára egész életében, és az 1950-es, 60-as években, főleg a 60-as években olyan katolikus szellemiségű lapoknak publikált, mint a Vigília vagy az Új Ember, és így a Vigília szerkesztőségéből például Rónai Györggyel és baráti kapcsolatba került, de az Új Ember szerkesztőségéből például Vasadi Péterrel is. A találkozón Hívom az élőket címmel kamarakiállítás nyílt, amelynek keretében a megemlékezés résztvevői szemelvényeket olvashattak Szarka Géza hagyatékából. Folytatódott az Ugorj be most improvizációs színházi est sorozat, az I-generációért Egyesület programjának ezúttal is a Petőfi Kultúrtanszék adott otthont. Az Értékmentők csapata az I-generációért Egyesület rendezésében a Petőfi Kultúrtanszék Színház termében folytatta a Plecser Ádám által életre hívott Ugorj be most a Vörösmarty Színház művészeinek humoros, szatirikus alaphelyzetekre, rögtönzésekre és helyzetgyakorlatokra épülő négy szereplős színházi játékát. Egyszer-kétszer megcsinálni valamit az könnyű, meg izgalmas. Most már pont így elgondolkozom, valahol a 30, nem tudom, hányadik előadásnál vagyunk. Itt már nekem is gondolkodnom kell, hogy volt-e már hasonló, mert ugye a téma mindig más. Mai nap a szüret, hiszen hát itt vagyunk pont a szüreti időszakban, ma ez a téma. De azért nekem is vigyázni kell az, hogy ne legyek nagyon sablonos, hogy valamit esetleg a, nem tudom, másik témánál is előhoztam, és igazából a picit átfényezve ugyanazt hozzuk. Úgyhogy valahol nekem is egy kreatív gyakorlat, de nekem nagyobb szerencsém van, mint a színészeknek, mert nekem itt akár egy hét is van felkészülésre, én gyakorlatilag már 4-5 nappal előtt elkezdek gondolkozni azon, hogy mi legyen, hogy legyen. Ilyenkor mindig nézegetek újságcikkeket, olyan videókat, mondjuk a szüret kapcsán, hogy a 10 legnagyobb bolondság a szüreten, vagy 10 legnagyobb hülyeség, ami előfordult egy szüreten, és akkor ezekből szoktam így visszafejteni azt, hogy hát az élet a legjobb forgatókönyvíró, úgyhogy ebből szoktam visszafejteni a szituációkat, és a, hát valahol a véletlen szövegeket is. Megerősítést jelent a nézettség egyik oldalról, a másik oldalról, hogy szívesen jönnek a színészek is, hiszen azért tudjuk, a megírt darabok vonzóak, de azért látni az emberi oldalukat az egészen különleges. Én azt hiszem, hogy ebből a szempontból ez egy jó döntés volt anno, hogy elindítottuk, főleg, hogy én mindig arra törekszem, hogy ne egy 23. ugyanolyan dolgot csináljunk, hanem nézzük meg, hogy mi az, ami egy kicsit izgalmas, mi az, ami újszerű lehet. Nem feltétlenül országosan vagy a világban, hanem itt Székesfehérváron, mert hiszen mi itt élünk. És ebből a szempontból ez egy jó döntés volt, főleg azért, mert mint ahogy a kérdésed is mondja, hogy nem ugyanaz. Itt azért jönem, vannak olyan ős vendégeink, akik gyakorlatilag kezdetektől járnak, mert mindegyik előadás más. És ez mellett pedig mindig tudja, hogy a Tüszkös Annyi lesz, és akkor mindig jönnek ezek a kérdések, hogy és a díja, és hogy ki lesz most, mert hogy már tudják azt, hogy ott azért jó értelemben elszabadul az őrület, és gyakorlatilag biztosan szórakozás. És azt gondolom, hogy talán ennek a műfajnak nem az az üzenete, mint egy Csehovi drámának, hogy itt az élet nagy dolgait fogjuk megfejteni, hanem csak annyit, hogy abban a világban, amit tudjuk, hogy mi van most körülöttünk, egy picit jól érezhetjük magunkat, és azt gondolom, a humor erre az egyik legjobb lehetőség és a legjobb eszköz. Az esten a színház társulatából Kis Diana Magdolna, Imre Krisztián, Krisztik Csaba és Tűzkő Sándor mutatta be improvizációit, akik láthatóan lubickoltak szerepeikben, mosolygós, nevetős csodapillanatokat hozva a színházbarátoknak. Az a legjobb benne, hogy tényleg azt csinálunk, és azt kezdünk az adott szituációval, amit mi szeretnénk, hiszen az improvizáció abba az irányba fordítható, ahogy mi szeretnénk. Nyilván az alapfeladatot, amikor megkapjuk, akkor néha leesik az állunk, hogy na most ebből mi lesz, de mindig sikerül a végére valami jót és vicceset alkotni, úgyhogy ez frissen tart minket, és ezt én nagyon szeretem.
Mondhatjuk, hogy az ilyen találkozás a közönséggel is egy más szintet jelent? Igen, mert valahogy azt érzem, hogy az előadások elején még egy picit úgy visszafogottabbak, és a végére pedig nagyon felszabadultan tudnak szórakozni, és tényleg olyan érzékenyen tudják venni a lehető legrosszabb poénokat is, hogy mindenki hahotázik, és ez nagyon jó érezni odafent, hogy szeretnek minket a nézők. Krisztik Csaba számára egy ilyen est kiváló lehetőség arra, hogy megmutassa magát egy látszólag könnyed és mégis komoly odafigyelést kívánó játékos kavalkádban, bár ahogy mondja, ehhez bizony néha kellett kis fogcsikorgatás is. Én nem érzem mindig lubickolásnak, de kétségtelen, hogy vannak jobb esték, amikor valahogy jobban működik az agy, jobban rá tudunk kapcsolódni egy-egy szituációra, és abban tényleg el tudunk merülni, és kellőképpen humorosak és szórakoztatóak tudunk lenni. Az azért fogcsikorgató a szószoros és átvitt értelmében is, de hát úgy értem, hogy lelkileg is, amikor érezzük, hogy valami nem igazán működik, vagy nem tör át egy határt, akár egy belső lelki határt, akár egy olyan határt, amivel megtörjük a nézőnek a távolságtartását, és közelebb tud kerülni hozzánk, mert az nekünk is inspiratív. A színház csapatmunka az egyértelmű, az improvizáció nem különben, mondom én. Így van ez? Így van. Én az az érzésem, hogy mi még mindig gyerekcipőbe járunk, rengeteget kéne benne fejlődni, majd bízunk benne, hogy a jövőben esetleg tovább tudjuk magunkat ezen a téren is egy kicsit képezni, vagy fejleszteni, hogy még érdekesebb, még színesebb produkció legyen. Egy ilyen este. Imre Krisztián az első pillanattól részese a sikert hozó játékos szerephalmaznak, ami egyben minden művész számára kihívást is jelent. Abszolút kihívás, és nagyon kíváncsian várom, hogy a ma esti közönség, illetve a ma esti helyzetek azok milyen kihívás elé állítanak bennünket. Ugye ezek gyakorlatilag improvizációs gyakorlatok, amiket mi az egyetemen is csináltunk, csak egy kicsit másféleképpen. Ez egy játék, és egyben egy tréning is nekünk. Úgyhogy, de hát majd Tűzkő Sándor kollégám útmutatását próbálom majd követni, és akkor biztosan minden jól fog sikerülni. Fontos csapatban gondolkozni ilyenkor? Szerintem igen. Igen. Tehát az, hogy milyen a csapat, az nagyban befolyásolja az állapotot, a színészek közötti kis mini ilyen, nem is tudom, huncutságokat, hogy abból mi születik, hogy a köztünk lévő civil kapcsolat az mit hoz be esetleg egy ilyen improvizációs játékba. Szóval nagyban befolyásolja a mi kapcsolatunk ennek az egésznek a kimenetelét, de hát szerintem ez jó. Tűzkő Sándor, mint mindig, a felsőfokú készségek és képességek mentén szárnyal, és láthatóan minden másodpercét élvezi az egyedi, csupa nagybetűs játéknak, és természetesen azt is, hogy újra nekünk játszhat. Emlékszem, mikor elmentem Fehérvárról, elszerződtem, volt egy beszélgetésünk, és ott is volt egy ilyen mondatom, hogy nagyobb szabadságra vágyom, talán valami ilyesmi volt, de ez nem azt jelenti, hogy a külszínház megköt engem, csak nyilván ott kevesebb a klasszikus darabok miatt ez a fajta játék. És amit én csinálok színházat a párommal, a gyerekszínház, az is igen improvizációra épül, úgyhogy igen, nagyon szeretem. Jó újra találkozni azokkal a csapattársaiddal, akikkel azért összefűzött a sorsa és meg annyi szerep? Persze, persze, azért is jövök. Túl azon, hogy szeretem ezt csinálni, de Fehérváron mindig szívesen jövök, mert itt vannak a haverok. Az est életre hívója Plecser Ádám és csapata ismét nagyot alkottak, a Teltház megerősítést adott számukra. Kell és érdemes a színházbarátokat meginvitálni egy hangulatos, improvizációs est megtekintésére, amelyben a kötetlen színpadi játékmesterei valódi értéket teremtenek. A Vörösmarty Társaság ebben az esztendőben is megrendezte a határon túli magyar irodalom napjai programot. A Kossuth utcában két napon át Erdély jelene és jövője címmel hallhattak előadásot az érdeklődők. Szórványjelenségek Erdély jelene és jövője címmel rendezte meg a határon túli magyar irodalom napjai találkozóját a Vörösmarty Társaság. Megnyitóbb gondolataiban Sebők Melinda a társaság elnöke megerősítette, a magyar nyelv egyetemességének szolgálata és a program alapja a hit, a magyar szép próza és a vers mellett, itthon és a határon túl.
majd előadásában Erdély múltját és jelenét elemezte Babits Mihály az Erdélyi Helikonban megjelent versei által. A Vörös Marti Társaság fontosnak tartotta, hogy folytassa a határon túli magyar irodalom napjai rendezvénysorozatot, tehát ezt a hagyományt tovább ápoljuk, hiszen a határon túli magyar irodalom, a kisebbségi magyar irodalom az egységes magyar kultúra része. Ahogyan Babits az európai ság és regionalizmus esszéjében is megjelöli a céljait, amelyet az Erdélyi Helikon folyóiratban írt, azt mondja, hogy a kisebbségi irodalomnak óvakodni kell a regionalizmustól, és sokkal inkább nemzeti-nemzetközi távlatokat kell nyitni. Éppen ennek az eszmei programnak a keretében valósult meg a mai konferencia, illetve a kétnapos rendezvény is, amely tulajdonképpen Erdély múltjától egészen korunk irodalmáig, kortárs kárpátaljai költészeti kalauzolja a nézőközönséget. Ugyanakkor ez a konferencia emlékkonferencia is, hiszen emléket állítunk a 2018-ban elhunyt Kányádi Sándornak, a 2023. decemberében elhunyt Kovács András Ferencnek, vagy a nemrég elhunyt 2024. márciusában távozott Szilágyi Istvánnak is. Bakony István moderátorként úgy fogalmazott, alapvetés, hogy a határon túli magyar irodalom helyzetét, történéseit egy új megközelítésben hitelesen tárják a világ és a magyarok elé, az összetartozás felelősségét hangsúlyozva úgy fogalmazott, egy ilyen rendezvény a jelenlegi határokon átívelő magyarságtudat kapcsolatát erősíti. Erdély jelene és múltja természetesen mindig is érdekelt a irodalmi iránt érdeklődők, hiszen tegyük hozzá, hogy az egyetemes magyar irodalom egyik leggazdagabb területe az erdélyi végek világa. Jelen esetben egy igen kiváló, sajnos már nem köztünk levő, bár régebben ezen a találkozón részt vett Szilágyi Istvánról, a kiváló regényíróról lesz a többek között, ami az erdélyeket illeti, de szóba kerül Kányádi Sándor, Kovács András Ferenc és mások irodalmi alkotói munkássága is. Én jó magam Jankó Laurával foglalkozom most az utóbbi időben meglehetősen behatóan, és hát egy róla szóló előadással készültem, mint hogy ő majd egy korábbi csángó költő pályáját fogja elénk vetíteni. Én azt hiszem, hogy ezek a találkozók azért is fontosak, mert olyan hiányokra hívják fel figyelmet, amelyek léteznek a emlékezésben, hiszen nagyon gyakorta mondhatjuk azt hiszem nagy életművekkel kapcsolatban is, hogy a feledésbe merülnek mindezek. Eszembe jött Serfődő Simonnak egyik verse, a feledésből az emlékmű című verse, ami persze nem erről szól, hanem egy második világháborús kataklizmáról, de én azt hiszem a felejtés az tényleg nagy úr, és ilyenfajta tanácskozások arra is alkalmasak, hogy ezt az állapotot javítsák. Gödöböz Gábor előadásában visszatekintett a két erdélyi géniusz, Kányádi Sándor és Kovács András Ferenc nagyévű munkásságára. Most ugye Kányádi Sándor és Kovács András Ferenc költészetét választottam így együtt, mint az erdélyi magyar líra két kortárs géniuszát. Ők egyébként személyesen is jó kapcsolatban voltak egymással, szerették, kölcsönösen tisztelték, becsülték egymást. Kovács András Ferenc a mesterhez még a 75. születésnapjára Vándordallam címmel egy nagyon szép, emlékezetes, szépségű verset is írt, azt most el is fogom majd itt olvasni a közönség előtt. És hát ugye általánosságban annyit tudok mondani a költőkhöz való, és ebben benne vannak a határon túli szerzők és költőkhöz, írókhoz való személyes viszonyomról, hogy én maximálisan Rainer Mária Rilkével értek egyet, aki azt hallotta, ugye ő maga is kiváló költő volt, tehát a Monarchia idején Ady Endrével együtt, ugye ők voltak az első számú költők, és azt hallotta Rilke, hogy a versekhez, és ezt ajánlom figyelmébe minden irodalmárnak, irodalommal foglalkozó kritikus embernek is, hogy a költőkhöz és versekhez csak kizárólag szeretettel lehetünk igazságosak. Tehát szeretni kell a verset, szeretni kell a tárgyat, amivel foglalkozunk, és a kritikus az én szememben ott kezdődik, amikor körültekintően dicsérjük azt, ami dicséretre méltó. Bobori Zoltán, aki a Vörös Marti Társaság elnökeként immáron negyed százada hívta életre a találkozót, megerősítette, kiemelten fontos, és az elmúlt időszak történése is megkövetelik, hogy a társaság folytassa misszióját. Ma derült ki számomra, vagy az éjszaka derült ki számomra, hogy a Szent István Művelődési Házban rendezett első alkalmat is beleszámítva,
ami egy ilyen próbálkozás volt tulajdonképpen, ez a 25. alkalom, hogy a határon túli magyar írókat itt meghívjuk Fehérvárra, és vendégül látjuk őket, és ez a 25 esztendő nekünk természetesen, és azt hiszem, hogy ő nekik is, többször be is vallották, hogy ő nekik is hatalmas nagy öröm és hatalmas nagy élmény. Mi akkor kezdtünk el ezzel foglalkozni, amikor még a látókörrel tulajdonképpen bejártuk az egész Kárpát-medencét, és megismerkedhettem én a határon túlélő magyar írókkal, költőkkel, irodalomszervezőkkel, és azután határoztam el azt, hogy itthon is találkozik. Azt éreztük jogosan, hogy keveset foglalkoztunk velük, és nem voltunk elég odafigyelők és figyelmesek az ő sorsukra és a munkásságokra, és ezért az első alkalom az nagy meglepetés is volt, és érezhetően nagy öröm. Na most ez a 25 esztendő, sokszor mondtam, hogy minden mellett a legnagyobb, ennek a 25 esztendőnek a legnagyobb eredménye az volt, hogy csodálatos barátságok születtek. És nyugodtan mondhatom, hogy életre szóló barátságok a határon kívülre szorult írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel. Büszke vagyok rá, és hát nagyon örülök, hogy az idén megrendezhetjük ezt a találkozót, és hát szeretném, hogyha folytatódna. A kétnapos rendezvényen a résztvevők teljesítették küldetésüket, a magyar nyelv egyetemességének szolgálatát, hitet tettek a magyar szépróza és a vers fontossága mellett itthon és a határon túl, és egy új megközelítésben hitelesen tárták ezt a nyilvánosság elé. Vizuális barangolásra hívta barátait az Ősfehérvár alkotóközösség az Árpád-fürdő galériájában Gősi Vali költő közreműködésével. Virág Lajos és Gősi Ferenc fotóművészek alkotásait tekintették meg az érdeklődők. Az Ősfehérvár alkotóközösség ismét egy kivételes képzőművészeti tárlattal egybekötött kulturális estel ajándékozta meg vendégeit az Árpád-fürdő galériájában. A vendégek Győrből érkezve megerősítést nyújtottak képben, versben, s tették ezt gondoskodó tisztelettel. Régi kapcsolatom van a győri barátokkal, még Klej János idejéből, és ők is meghívtak bennünket, az Ősfehérvár alkotóközösséget, ők is meghívtak vendégkiállításra, és egy ilyen alkalommal ismertem meg Virág Lajosékat, és nagyon megtetszett Lajosnak a fotóművészete, és azt gondoltam, hogy itt az ideje, hogy ismét meghívjam Virág Lajos fényvadászt egy ilyen csodálatos kiállításra. Virág Lajos a Győri Fotóklub Egyesület alkotójának fotókiállítása bizonyosan elbűvölte a látogatót, hogy az igazi tőről metszett fényvadász nem csak hogy nyitott szemmel tekint környezetére, de ismeri annak minden rezdülését, és rendszerezve azt művészi attitűdökkel kiegészítve tárja elénk. A művészi élmény mindig fontos. A nézőnek is fontos, nem csak az alkotónak. És az indítatás. Ez egy kicsikét olyan, hogy maga mutogatásnak tűnik. De aki megízleli a művészetnek a szépségét, az izgalmát, az alkotás izgalmát, amikor meglát valami érdekes jelenséget, akár a természetben, akár a városban, egy fény-árnyék ellentétet, vagy színkontrasztokat, és ezeket rögzíti. És utána jön utómunkában, amikor emelkednek ki a részletek, a finomságok. Ez egy belső önértékelést ad, emeli az embernek az önértékelését, és ez az, ami itt megjelenik egy ilyen kiállításon, és amikor jön a visszacsatolás, amikor a néző csodálkozik rajta, tetszik neki, látszik rajta, hogy átérzi, és próbálja megfejteni, hogy vajon mit akartam mondani. Ezek az izgalmak, ezek az indítatások. A fotókat kísérő versek, illetve a megnyitón elhangzott költői gondolatok nem csak sugallják Gősi Vali előadói készségeiből fakadó mélységeket, de valóságos kegyelmi pillanatokat is hordoznak, hiszen az előadásokból kitűnik az újjászületés reménye is.
mélységes megtiszteltetés nekem, hogy a férjem emlékére is néhány kép kiállításra került, aki ez év április 19-én hunyt el. Mi 50 éves házasok voltunk, meghalt egy fiunk 2000-ben Görögországban. Nagyon nehéz, de nagyon gyönyörű életünk volt. Végül is idősebb korunkban tudtunk igazán annak élni, amiért azt hiszem, hogy a világra, a földi világba érkeztünk, és férjemnek egyetlen, 70 évesen halt meg, egyetlen fotókiállítása volt Győrben, az is a Covid idején, a Szent Anna otthonban, tehát nem lehetett látogatni, viszont az ott élőknek ajánlotta nagy szeretettel, akiknek igazán örömükre volt, és ez a négy fotója ebből a kiállításból való. Én pedig hát az életemet úgy alakítottam, hogy ez évben a Győri Könyvszalonra kaptam egy meghívást. Terveztem az összes verseimet kiadni, én körülbelül 20 éve lassan, hogy verseket írok, és természetesen nagyon nagy hatással vannak rám úgy a kortárs költők, mint a legnagyobbak, akiken én felnőttem. 8 könyvem jelent meg eddig, és most az összes verseim nem tudtak megjelenni, mert egyszerűen úgy alakult az életünk a súlyos betegség végén, hogy nem maradt idő azt a 4-500 oldalt egészen nyomdakészre készíteni, és ezért én most összeállítottam egy búcsúzó emlékkötetet a férjemnek, és tulajdonképpen Győri Könyvszalonra fog majd megjelenni, Győrben november 17-én, de már itt hoztam a barátaimnak ajándékba a könyvből, éppen két napja hozta ki a nyomda, de tulajdonképpen ez a mai nap, ez nekem egy végtelen megtiszteltetés, nem szeretném, hogy abba az irányba menjen el a hangulat, hogy én szomorúan búcsúzó verset mondok, úgyhogy de azért őszi hangulatokat választottam, mert mindkettőnk kedvence, ezt igazolják, mutatják a férjem fotói is, mindketten nagyon-nagyon szerettük az őszt, mint évszakot, a színeit, azt a világot, és hát valahol újra meg kell szeretnem most, hogy így ilyen árván maradtam, és egyedül róni azokat a köröket tovább, amiket itt hagyott nekem, hogy még meg kell tennem. Az esti indítatásában visszaköszön Tamási Áron egykori üzenete, miénk a fény, amit lelkünkbe fogadtunk. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.